Nyíregyházi lett az év legjobb orvosa Észak-Kelet-Magyarországon. Dr. Petjenszky Gábor a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság egészségügyi osztályának főorvosa. Köszöntöm itt a stúdióban, főorvos úr, és stábunk nevében is szeretnék gratulálni ehhez a szép elismeréshez. A Szentgyörgyi Albert orvosi díjról beszélünk. Ön tudta vagy sejtette, hogy ebben az esztendőben akár önnél köthet ki ez a díj? Nézést, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a médiában szerepeltek. Köszönöm a gratulációt is. Egy furcsa történet, mert ez a díj 2017-ben alakult. Mársa Szentgyörgyi, ő Szentgyörgyi Albert professzor úrnak a özvegye, aki hál' Istennek mai napig él, alapította ezt a díjat. Olyan orvos kollégák részére, akik hát az túlzás, hogy hasonló életúttal, de a munkájuk során példamutatóan saját orvosi területeken próbálnak megtevékenykedni. Nagyon érdekes volt a történet. Volt egy kedves betegem, Varga Balázs színészművész úr a színházból. Itt kaptam egy telefont egy este, hogy megy a RTL klubon egy sorozat, a Drága Örökösök, ahol ők kaptak egy feladatot, hogy írjanak egy esszét egy egészségügyben történt eseményről. Megírták ezt az esszét, és Balázs megnyerte, és akkor felhívott, hogy elfogadom-e, hogy jelölne ő engem erre a Szentgyörgyi Albert orvosi díjra. Hát meglepődtem, mondtam, hogy köszönöm szépen a jelölést, meg akkor esetleg a ő médiája, nem akarok itt ellen médiában nyilatkozni, RTL klub is csatlakozna ez az ajánláshoz. Hát azt sem tudtam, hogy miről van szó hirtelen, és akkor indult el ez az egész jelölési folyamat. A Szentgyörgyi Albert orvosi díj, ez egy közönségdíj. Tehát gyakorlatilag Magyarország régióinak megfelelően 7 közönségdíjat osztanak ki. Közép-Magyarország, mivel Budapest és Pest megye egy nagyobb létszámú 2 díjat kap, illetve a 7 közönségdíj mellett van egy életműdíj, amit idősebb kollégák, általában nyugdíjba vonulás környékén kapnak meg, illetve egy 40 éves korosztály alatti díjat ítélnek oda. Ami nagyon érdekes ebbe a díjba, az összes egyéb díjhoz képest, amit bárki bármilyen munkaterületen megkaphat, hogy ezt a közönségtől kapjuk. Na most az én közönségem, a pacienseim, a betegeim és az ő visszajelzésük alapján ítélik oda ezt a díjat. Kicsit elszámította magát a bizottság, mert nem gondoltak ekkora érdeklődési körre, mert végül is kiderült, hogy csak nem 108 ezer szavazat érkezett be, mintegy 700 orvos jelöltek a Magyarországon praktizáló 48 ezer orvosból. Az én területem Észak-Kelet Magyarországon 78 induló volt, ez Hajdú-Bihar megyét és Szabolcs megyét ölelte fel. Nagyon érdekes volt az az összefogás, amit a munkahelyem, a betegeim, a volt praxisomtól tapasztaltam, szinte lavinaszerűen terjedt, mindenki izgult, hogy doki-doki, 200-al vezetsz, 200-al, nem baj, össze kell fognunk. Tehát jól esett, nagyon-nagyon jól esett. Számomra ez a díj gyakorlatilag, ott elmondtam az átadón is, hogy szerintem az egyik legnagyobb dolog, amit ma Magyarországon orvos kaphat. Hány éve praktizál? 1984-től. Ez egy szép évszám akkor, számodat, amit ki tudunk mondani most ennek kapcsán, és ugye az egyáltalán nincs kizárva, hogy akár önhöz vándoroljon mondjuk a következő esztendőben is egy ilyen díj. Nekem ez tökéletesen elég volt. Az elve, ahogyan ugye önhöz eljutott idén a lelkesedésnek és az elismerésnek köszönhetően, az sem kizárt, hogy akár valakinek, akkor most, ha nem önt nevezem meg, tehát, hogy egy elismert orvos szakembernek, hogy akár 2-3 is legyen. Én azért ebben a lehetőséggel, megyében vannak kiváló kollégák, nagyon-nagyon sok kiváló kollega van. Én azt szeretném, hogyha ezt egy kollega, akár én egy életemben egyszer megkaptam, nem szabad avval a bizalmon olyan szinten visszaélni, hogy más elől a lehetőséget elvegyük. Ha újra kezdhetné a pályaválasztást, akkor ugyanígy döntene? Ön az útján van, a saját útján van. Csak orvosnak mennék. Nem annak készültem, ezt hadd mondjam el, de csak minek orvosnak készült? Építészmérnöknek.
És mi döntött mégis a pályamódosítás? Úgyhogy akkor egy kicsit régi időben más volt a felvételi. Akkor még egy készségfelvételit kellett tenni, 971-nehányban, nem menjünk bele, hogy milyen öreg vagyok, ahol ott derült ki a felvétel, hogy nekem nincs térlátásom. Tehát ma már sajnos a felvételi rendszernél ezek a dolgok hiányoznak, és ott egy pillanat alatt eldöntöttem, hogy nagyon örültem, hogy elmentem erre a készségfelvételire. Hál' Istennek a felvételi tárgyak jól mentek, és ezért döntöttem az orvosi pálya mellett, de nem bántam meg. Hát szerintem nagyon sokan nem bánták meg, hogy ön ezt a pályát választotta. Még egyszer engedje meg, hogy gratuláljunk önnek, és további sikeres, kitartó munkát kívánjunk. Köszönöm szépen a lehetőséget is.